köszöntöm Önöket, köszönöm a századvégnek, hogy megszervezte, Szilárdnak pedig, hogy lehetővé tette, hogy itt az ő birodalmán belül egy kicsit találkozni tudjunk. Hogy egy héttel ezelőtt, hogy mondjam, vidámabban vállalkoztam volna erre az előadásra, mert alapvetően a célkeresztbe Paks 2 is bekerült most, hogy az elmúlt napokban, és örülünk neki, a rólunk beszélnek, csak nem mindegy, hogy milyen összefüggésben. Tehát, de minket ez nem bátortalanít el a fő célkitűzéstől, hisz ha nem építjük meg a két új blokkot, akkor itt rövid időn belül úgy járunk, mint Németország, hogy megfizethetetlenné válna a magyar energia és a lakosság és az ipar számára nem tudnánk megfizethető villanyt biztosítani. Ugye nem csak a rezsi csökkentés, az nem csak a lakosság szempontból fontos, az a legfontosabb. De ugye látjuk, hogy évente kb. 100 új üzem kerül be Magyarországra, ez ugye ezt teszi lehetővé a állam adóbevételeinek a növelését, ezt teszi lehetővé, hogy itt magasabb bérekkel el tudnak helyezkedni a fiatalok, hogy itt már 450 ezer forintos átlagbérrel tudják fölvenni. Ennek az egyik záloga az, azért jönnek ide, hogyha a bérek európai szintre emelkednek, akkor nekünk a iparágban lévő az ipari villamos energiárát is alacsonyan kell tartanunk, és ebben óriási szerepe van majd. Ugye 29-30-ra tervezzük a mostani ütemtervek szerint, és a finanszírozási szerződés szerint is 29-30-ig van nekünk lehetőségünk, hogy megépítsük az erőt, addig ez a 80%-os hitel keret rendelkezésünk rá, és 31-től kell visszafizetnünk ennek a törlesztő részletét. Ha most áttekintjük a pillanatnyi európai energiahelyzetet, akkor ugye látjuk, hogy a Németországban is tulajdonképpen évvégéig háromszoros volt a lakossági villamos energiára, egy ilyen 125-130 forint között volt kilovattóra, most 182 forint. Ez ötszöröse a magyar háztartási 37 forintos energiáraknak. És ha széttekintünk azon kívül, hogy Németország mondjuk leállított három atomerőblokkot még évvégén, nem ez okozta a fő gondot, hanem az az Európai Uniós politika, ami liberalizáltá tette az egész piacot. Hisz nem robbantak föl sorozatba erővek, nem estek ki a termelésből, nem érték el véghatáridejüket, hogy le kellene állítani ezeket a blokkokat, de mégis jelentős két-két és félszeres áremelkedések léptek fel, és ebben nem csak Németország, hanem akár a mellettünk lévő, az ellenzék mindig példakét említ, hogy lám Románia, oda kéne mennünk ott jó élni, hogy ott is már 145-150 forint kilovattórája a villamos energiának. Tehát ha körbe tekintünk, akkor azt kell egyértelműen mondani, hogy Magyarország jó úton jár, és a háborút mi mindjárt elítéljük, hisz a miniszterelnök úr is kifejtette, hogy nagyon fontos, hogy az eszkalációba mi ne sodródjunk bele, mi végezzük azt a dolgunkat, hogy testvéreink, akár Paksnak is vanként Visk testvérvárosa, tehát végezzük a gyűjtéseket, fogadjuk be az otthonról érkező menekülteket, így segítsünk, de semmilyen fegyveres konfliktusba ne kavarodjunk bele. A határ pedig meg kell védenünk, oda felsorakoztunk ki, sose tudjuk, hogy esetleg kinek milyen kedve van tovább kalandozni. Itt nem minősítve egyik felet se. Tehát nagyon fontos, ráadásul ugye mi azért nem is tudunk, ez nyilvánvaló, hogy se fegyvert adni, semmi technikát, hisz a magyar hadsereg újra hadsereggé válásának a folyamatában vagyunk. Mind létszámban, mind haditechnikában, hisz örököltünk, mi nem csak 19-ben sikerült lerombolni a magyar hadsereget annak idején, hanem hogy sikerült a elmúlt 30 évben is tulajdonképpen lenullázni, és ezzel a hadsereggel örülünk, hogy a mostani feladatokat el tudjuk látni. Tehát ezt is világosan kell nekünk látni, és az is fontos, hogy amikor az ellenzékünk azt mondja, hogy azonnal faroljunk ki ebből a projektből, ezt ugye nem tehetjük, mert nem válhatunk ennek a konfliktusnak a energetikai áldozatává, hisz ha nem építjük meg Paksi atomerő két új blokkát, a jelenlegi atomerő blokkok 32 és 37 között jár le a növelt üzem élettartamuk,
a 50 évre megnövelt üzemidejük. Tehát most is jelenleg 30-32% importtal tud Magyarország üzemelni, és ebbe az importba az világpiaci áron jön be, tehát ezért kell nagyon óvatosan nekünk minden lépést megtenni, hisz amit még erőművet üzembe tudunk tartani, akár a Mátrai erőművet, vagy oda is építeni egy korszerű lignitblokkot, vagy mellé egy gázblokkot, ezek fontos célkitűzések, hisz a megújulót, mi nincs ellenünkre a megújulóknak a létesítése, az atom meg a megújuló az nem egymás ellen harcol, mi sokan be akarják állítani, csak az atomerőmű az időjárástól függetlenül éjjel-nappal nagy biztonsággal tudja a villamos energiát előállítani, 90% fölötti teljesítménykihasználási tényezővel. Amilyen jövünk, hogy mivel 15 hónaponta kell tervezettel leállni a blokkal, hogy ez nem is 92%, hanem akár 102%, hisz a napokban is Magyarország legnagyobb villamos energia igénye volt 7396 megawatt, ebből a Paksi atomerőm a 2000 megawatt névleges teljesítményével 2052 megawattot adott a hálózatra, a megújulók pedig a 3700 összességében ennyi van Magyarországon megújulott kapacitásba építve, azt tudott adni a nap semmit, ez délután este órákban volt, az 0 megawatt körül itt, a szél, a biomassa az egy 120-130 megawattot, mondom a 3700 teljes, tehát ebből erre nem lehet alapozni egy társadalomnak a energiaigényét, hisz aki hazamegy, az ugye úgy akar otthon belekezdeni a munkába, hogy nem várni két órát, hogy majd lesz villany, hanem természetesnek veszi, hogy elektromos autója van, akkor azt földugja a konnektorba, bekapcsolja a sütőt, főz egy vacsorát, gyerekek megjönnek, bekapcsolják a számítógépet, ezt csak úgy tudjuk föntartani, hogyha változatlanul mi az atomenergia mellett dolgozunk, érvelünk. Azt is világosan kell látni, amikor nekünk azt mondják, hogy a háborús konfliktus miatt azonnal vonuljunk ki, hogy Ukrajna mondjuk onnan kap üzemanyagot. Tehát kiszállítja neki a 14-es konfliktus óta, honnan van üzemanyag. Ugyanúgy az oroszok szállítják neki a mai napig. Van egy része, amit amerikai közreműködésed ott is, a sárga port, a dúsított uránt az oroszoktól veszik az amerikaiak. Tehát ott se úgy működik a világ, hogy akkor gyorsan leállítunk 6000 megawatt alaperőmű kapacitás, mert háború van, mert akkor a háború még jobban eszkalálódik. Tehát pont háborúban van legnagyobb szükség vízre, villanyra, hőre, háztartások melegen tartására. Tehát azt nagyon kevesen tudjuk, hogy az atomenergetika az a világnak egy speciális jogszabályokkal működtetett területe. Az ENSZ-nek is van egy önálló szakosított szervezete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, és ez az ügynökség felügyel minden békés célú atomenergetikai, akár beruházásra, üzemeltetésre, leszerelésre kapcsolatos ügyeket. És ez a garancia arra, nem véletlenül az oroszok is az atomerőművek környékét blokkolták, pont az, hogy egyéb incidens leéri az atomerőműket, hisz ha megint bármilyen okból egy Fukushima-ba sodródnánk, vagy egy Csernobil-ba, akkor ennek az iparágnak ugye a végét jelenteni. Annak ellenére, hogy mondjuk az Unióban nagy nehezen megszületett az a taxonómiai rendelet, amiben mi magunk is sokat dolgoztunk, hogy akkor az atomenergia az energiaellátás szempontjából zöld energiának minősül. Ez egyértelműen több független kutatóintézet által bizonyított, hogy jóval kisebb a teljes ciklusra vonatkoztatott karbonlábnyoma, mint akár még a naperőműveké is. Ezért fontos volt nekünk ez a döntés, mert így hosszú távú befektetői állami beruházásként is lehet építeni atomerőművet. Ugye eleve bonyolult megépíteni egy atomerőművet, meg kormányzatokon átívelő, és ugye ahogy Bulgáriában látjuk, hogy elindult, megállította az új kormány, fizettek 600 millió kártérítést, eurót, az oroszoknak most újra próbálkoznak valamivel. Tehát ebbe magántőke nagyon bizonytalan, hogy befektesse, viszont a környezetvédelmi célkitűzéseket csak atomerővel lehet kielégíteni, és mondom, ki lehet elégíteni zölddel is, csak a zöldnek a fajlagos mutatói,
Ugye a teljesítmény rendelkezésre állási tényezője az 14-16 százalék, tehát ugyanakkor a teljesítményt szeretnénk a lakosságnak biztosítani, akkor 6-szoros mennyiségű kapacitást kellene megújulókból kiépíteni, ezt a 6-szoros pedig mi nem tudjuk eltárolni. Nem tudjuk, nincsenek nekünk olyan adottságaink, mint Ausztriának, hogy tározós erőművünk, duzzasztó művünk, ahol ha van megújuló, akkor ezeket az alkalmazásokat nem használjuk, sőt, ha felesleget föl tudjuk szivattyúzni, helyzeti energiával alakítjuk a villamos energiát, majd vissza. Ez nálunk nincs, nagyon kicsi az esély, hogy lehet, és akkor nekünk teljesen más, tehát a két szektor közé olyan rendszereket kell beraknunk, akár az elektromos mobilitás, gépkocsi, buszok, kukásautók, hosszú távú villamos töltésre való átállás, amiben a felesleget el tudom használni, hisz az sem megoldás, hogy mondjuk tervezetten lesz 6000 megawatt naperőmű kapacitásunk 30-ra, készen lesz a két blokk, az lesz 4400 megawatt átmeneti kapacitásunk atomerőmbe, és akkor, ha süt a nap, akkor Paksot terheljük le, vagy mi legyen. Egyébként kell más erőmű blokknak is lenni, tehát a tulajdonképpen a legolcsóbb termelőt kéne leterhelnem annak érdekében, hogy a rendszer talpon tudjam tartani. Ugye most is a Paks egybelő állított villany, az ugye 12 forint 20 fillér, ezt teszi lehető, hogy a fogyasztónál 37 a naperőmre ki, pedig pillanatnyilag fizetünk a meglévő szerződések alapján 32-34 forintot. Tehát itt nekünk, mérnököknek az a feladatunk, hogy a következő 10 évet úgy alakítsuk át, olyan okos mérőóra hálózatot, olyan elektromos mobilitást hozzunk létre, amivel ezt a kiegyenlítést mindig úgy tudjuk megoldani, hogy a rendelkezésre álló villanyt azt mindig el tudjuk használni, így gazdaságos, és ne a legolcsóbb atomerővet kell ilyen teljesítménybe küldeni. Egyébként az új blokkok úgy vannak rendelve, hogy teljesítmény követő üzemmódra alkalmas, hogy a megtérülés az egyértelműen akkor lesz, hogy a 90% fölötti teljesítmény kihasználási tényezővel tudunk üzemelni. Tehát ezek a dolgok, amik indokoltát teszik mindenféleképp, hogy a két blokk megépül. Hol tartunk a két blokkal? Szeptemberre vártuk a létesítési engedélyt. Kezdetben, amikor beadtuk 26-30-án az engedélykérelmet, az 283 ezer oldalt adtunk át a hatóságnak, volt 15 hónapja, hogy ellenőrizze ezt a mennyiségi dokumentet, persze még kérdezett. Adtunk már még körülbelül 410 ezer oldal most a létesítési engedély, amiben ugye indokolni, bemutatni akartuk, hogy az atomerőm biztonságos. Persze ennyi oldal dokumentáció az volt kérdés a hatóságnak, természetes is, tehát nem adtak az engedélyt. Január végén mi hiánypótoltuk azt a körülbelül 500 kérdését, ami ő is kimondta, hogy nem lényegi tervhibákat látott, hanem ellenmondásokat, annál is inkább könnyű ellenmondást elkövetni. Ugye készül oroszul a terv, és utána az oroszról a munkanyelvünk angol, és a hatóság meg bekéri magyarul. Tehát ha valaki ezt végig gondolja, hogy ennyi adatban lehet-e ellenmondást találni, vagy félreérthető dolgot, persze, hogy lehet. Egyébként 10 másik engedélyre várunk még, ami a főépülettel kapcsolatos. 6 épület és a reaktorépület. Várunk a reaktortartály gyártási engedélyre, egy olvadékcsapda dokumentáció engedélyre, és ha ezzel készen vagyunk, akkor el tudjuk kezdeni azt az érdemi kettes fázisba lévő munkát, ami már a főépület építésével foglalkozunk. Most a fölvonulási területen 80 létesítményt kell megépítenünk, abból 31-re van engedélyünk, 18-nak az építése zajlik. Hogy itt tartunk, ahogy a miniszterelnök úr mondta, óvatosan, mindenféle átpolitizálás nélkül haladunk mi előre, csináljuk a dolgunkat. Kollégáim zömével 40 éve vagyunk az iparágban, az oroszokkal régóta ismerjük egymást, tudjuk az előnyeiket, hátrányaikat is, úgyhogy hajrá Magyarország, köszönöm a figyelmet!